Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autoroom YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Kicsit uborka szezon van most új autó tesztek terén, hiszen ilyenkor nem szokás általában odaadni az újságíróknak az autókat. Viszont legalább így van időm azokra a gépjárművekre, amiket már régóta megszerettem volna csinálni. Így, hogy múltkor közzétettem az Opel Astra G-tesztet testvéremnek az autóját, most pedig végre a saját Audimról is tudok egy videót készíteni. Ez ugyanis egy Audi A4 B8-as, tehát faceliftes 2012 évvégi autó, ami ugyan A4, de mégis kicsit Passaton túl, Audi A6-on innen van, ami azt jelenti, hogy nagyon prémium, a mai napig rendkívül egyben van, és elmesélem azt is, hogy mit lehet tudni az autóról, milyen típus hibái vannak ennek az Audi A4 B8-nak, illetve arról is szót ejtek, hogy én miért vásároltam ezt az autót, szemben mondjuk egy-egy racionálisabb lehetőséggel. Szóval multitronikváltó, fúj, Audi, BMW, fúj, általában így szokták kezdeni az ilyen prémium, de már pár éves autóknak a megtekintését az emberek, ugyanis tényleg ezeknél azért már kijöhetnek olyan problémák, amelyek súlyos 10 vagy akár 100 ezer forintba kerülnek. Na már most én sokáig kutattam, hogy vajon milyen autót vegyek. Ugye nekem volt E90-es BMW-m 330D, imádtam, szerettem, de úgy éreztem, hogy ez egy kicsit túl sok a városi közlekedéshez, illetve a mindennapokra is, a hátsó kerék meghajtás persze nagyon jó volt. Utána pedig hát valami benzinesre vágytam, ugye jött ez a dízel botrány, ami engem különösképpen nem érdekel, és egy kicsit ilyen fals információ szivárogtatásnak tartom, hiszen azért az elektromos autókat is nem egyszer teszteltem már, illetve számos ilyen hasonló hibridet is vezettem, ám ettől függetlenül a dízelekben lehet hinni, és bizonyos szempontból még kevesebb károsanyagot bocsátanak ki, mint a benzinesek. De nem ez a videó témája, hanem ez a 2012 év végi autó, ami szerencsés esetben úgy került hozzám, hogy egyik ismerősöm volt több mint 2,5 évig, ő pedig hosszú utakon használta, tehát olyan 2,5 év alatt 90 ezer kilométert belepakolt az autóba, külvárosból a város széléig járkált vele, tehát tényleg nem volt túlságosan agresszíroztatva, nem volt széthagyva így a belvárosban, ami ugye egy dízelnek nem is tesz egyáltalán jót. 4,7 méter hosszú ez az Audi A4, és 2,8 méteres a tengely távja, ami tökéletesen mutatja, hogy ez már nem az a kis mini A4, mint a B5-nek az idejében, vagy a legelső generációnál, hanem bizony ez már egy eléggé megtermett autó, pont ezért nagyon jó a helykínálata mindelől, mint hátul. Amiben én igazán beleszerettem, az a külseje, és főleg előről ez a morcos kialakítás, és mivel faceliftes, most már nem ilyen pöttyszerű ledekkel van a menet világítás megoldva, hanem egy ilyen hát V-alakhoz hasonlító megoldással, ami azért nyilvánvaló sokkal szebb, és hát elromlik akkor költségesebb is, de hát általában azért ennyi idő után még nem szokott elromlani. Szóval előről nagyon morcos az autó, és oldalról is szerintem baromi szép, nagyon jó a tetőív, marha jó az Avant kialakítás, vagy az Avant a kombi az Audinál, és én amúgy is nagyon szeretem a kombikat, ez a 490 literes puttony, ami itt hátul van, azért elég sok mindent el tud nyelni, és én előszeretettel is szeretem is használni, főleg amikor utazunk esetleg többen, vagy telekocsizom ezzel az autóval, és akkor Szegedig oda-vissza Budapestre lemegyek, nem kell azon aggódnom, hogy mi fér el benne, meg mi nem, ott van még a kis elválasztó és a térelválasztó háló, ami azért néhány Audiból szokott hiányozni. Oldalról viszont nem ezekkel a 17-es papucsokkal néz ki igazán jól ez a gépjármű, hiszen ez csak egy dolog, ez nyilván csinos, fekete, alufelni, télire azért nem szabad 18-asat fölrakni, ami nyáron fent volt rajta, most be is vágok ide egy olyan vágóképet, ami látszódik, hogy mennyivel gyönyörűbb azokkal a Rial vagy Rial Felnik kell. Kimondottan Volkswagen Concernhez gyártott Felnik azok, de nem gyári Audik, én nekem ezzel nem volt egyáltalán problémám, ráadásul tök úgy 18-as gumik vannak rajta. Szóval ez az Audi hátul is jól néz ki, és a faceliftes ott is megmutatkozik, hiszen a hátsó lámpák már igazán ledesek. Én azt mondom, hogyha valaki az autó mögött jön, elég vakító, mind az index lámpa, mind pedig a fék lámpa, tehát nagyon-nagyon messze elvilágít az a ledes hátsó világítás, illetve ott is a menetfény az átlag struktúrával egy kicsikét, szerintem modernebb, még a mai új Kiák meg Hyundaiok sem tudják ezt a szépséget megadni, mint amit ez az Audi. Ugye az Audiknál nagy probléma szokott lenni a lengőkar, vagyis a futóműnek egyes alkatrészei, hát itt sincs azért, hát hogy is mondjam, olcsóságból a kerítés, hiszen elől 5-5 lengőkaros McPherson futóműre számíthatunk, hátul pedig csatolt lengőkaros multilink a futómű, alumínium ráadásul, tehát ezek szintén nem filéres mulatságok, de pont ezért nagyon stabil az autó, mégis kényelmes, még a 18 üvegkes Felnikkel is egész jól járható Budapest városa, nyilván azért megérezhetők az úthibák, 17-es ballonos kerekekkel pedig még kényelmesebb a
történet. De ez, ami a faceliftesben is van, az az elektromos váltakozó, rásegítésű, elektromos szervó, ez azért hát nem a vezetési élményt javítja, hanem a kényelmet. Tényleg olyan könnyű pödörni ezt a kormányt, talán ez volt az első, ami a BMW után nekem mindenképpen hát így megütötte a szememet, hogy úristen, tényleg egy pillanat alatt már át lehet fordítani a kormánykereket, ami egyébként multikormány, lehet innen vezérelni a rádiót, illetve a hangerőt is, plusz lehet vezérelni a központi kis információs kijelzőt, ami az alapváltozatban még nem színes, ebben viszont már színes, ki tudja jelezni a fogyasztást, illetve a főbb adatokat, amikre szükségünk lehet, körülötte pedig analóg műszeregységekkel találkozhatunk. Van középen is egyébként, hogy a beltérre egy kicsit áttérjek, egy színes kijelzőnk, ide kétféle dolgot lehetett rendelni, vagy ez a sima rendszer, ami szerintem pont elég a mindennapokra, vagy már volt ebből a B8-asból egyébként Google Maps támogatással ellátott egység is, na nyilván az már azért egy komolyabb felszereltség, illetve ott van az Audi MMI, vagyis a Multimédia Interface, amit az új Audi-kból már valószínűleg sokan jól ismernek, az már egy tényleg korrektül használható rendszer, viszont ma így 2019-ben annyira sokat nem ad, tehát nekem ez nem volt szempont, amikor kerestem az autót. Az viszont szempont volt, hogy ismertem az autónak az előilletét, jó 3 évre visszamenőleg, illetve az is fontos volt, hogy a beltér az makulátlan legyen. Én nem szeretem, hogyha valaki kiüli, kikoptatja, nem vigyáz rá, nem takarítja, egyszerűen az is megmutatja, hogy az autót mennyire és hogyan használják. Ezt az Audit viszont nagyon megkímélten nyomogatták ide-oda, sehol nincs egy kopás, egyébként sem jellemző már erre ezekre az évjáratokra. Ez a dolog tényleg makulátlan, a beltér nagyon szép, karcmentes, és itt még a váltónak a teteje sincs lekopva, megkarcolva, a váltószoknyának ez állapota is 10-ből 10-es, tehát nagyjából olyan, mint amikor kihozták a szalomból, csak egy kicsit talán porosabb. Na igen ám, de ugye itt van középen az, amire rátenyereltem, méghozzá a Multitronic váltó, amiről mindenki azt mondja, hogy meghal, tönkre megy, szar, nem érdemes ezzel választani. Hát tény és való, sok a hiba vele, vagy sok lehet a hiba vele. Ennek ellenére ott van az S-Tronic, vagy éppen a 6 fokozatú manuális váltó, amivel lehet, de a 6 fokozaton ott a kettős tömegű, tehát sok olyan alkatrész, ami azért tönkre mehet mondjuk egy dízelnél. A Multitronicnál viszont nagyon kell figyelni az olajcserére, elképesztően. És ugye nagyon fontos, hogy ha fölengedjük a fékpedált, akkor kúszson az autó szépen, tehát hogy ne rántsa meg az autót. A fokozatok közötti váltásnál se legyen az, hogy esetleg kiugrik alulunk a masina, hanem tényleg szépen fokozatosan indítsa el az autót, ami szerencsére itt megvan, plusz a másik nagyon fontos dolog, hogy az olajcsere periódus az 60 ezer kilométer, ezt mindenképpen tartsuk be, akkor is, hogyha esetleg országúton megyünk, akkor meg pláne, hogyha városban. Ebben az autóban minden a Porsche Hungáriánál, tehát a Porsche Budánál, illetve a Porsche Pestnél volt kicserélve, illetve javítva. A váltó olajcseréről is mindig számla van, 61 ezer, 121 ezer, 181 ezer kilométernél is volt váltó olajcsere, és ne feledkezzünk meg, hogy ebben az autóban 225 ezer kilométer van, tehát azért már elég messze el lehet menni, hogyha földkörüli keringésre állnánk, de nem érződik az autóban egyáltalán, hiszen hosszú távokon használták, és tényleg vigyáztak mindenre. Nyilván azért ez az autó sem hibátlan, hiszen kívülről egy-két karc előfordul, a lökhárítók voltak már fényezve, az egyik általam, hiszen a garást azt azért béreltem, hogy megóvjam az autónak az állagát, ehhez képest olyan szűk volt a hely, hogy én is lekoccoltam jobb belül, és két karcot ejtettem. Szóval azért fényezetlen Audit, fényezetlen autót vásárolni, hát mondjuk úgy, hogy elég nehézkes, és elég ritka dolog manapság. Amit gyűlölök, az a start-stop rendszer, az már ebben az autóban is megvan, ki is kapcsolom mindig egy gombbal, ahogy lehetőségem nyílik rá, illetve van ebben egy olyan funkció, amit talán a világon a legjobban utálok, és talán a világon a legnagyobb hülyeségnek tartom, ez pedig a Drive Safe, vagy Safe Drive, vagy mi a fene a neve, mód. Ez azt jelenti, hogyha kinyitom a vezető oldali ajtót, akkor bizony leáll az autó, hiszen úgy érzékel, hogy engem el akarnak rabolni, hát ez egy orbitális baromság, és nem tudtunk rájönni, hogy ez hogy lehetne kikapcsolni esetleg valamilyen szoftveres mókolással. Mint ahogy ezt közben egyébként kiderítettem, nagy idegességemben Drive Safe Lock-nak hívják ezt a funkciót, és úgy lehet kikapcsolni, hogy amikor bezárjuk az autót, akkor még egyszer rányomunk a zárás gombra, és ilyenkor deaktiválja ezt a funkciót, hiszen ez arra szolgál, hogy a vezető, hogyha kiszedik onnan, vagy esetleg akkor állítja meg az autót, hogyha hátul ülnek, akkor biztonsági szempontból inkább leálljon a motor, de szerencsére deaktiválható. Szintén nagyon fontos az Audi A4 B8-nál, hogy milyen motorra választjuk. Ebben a konkrét példányban egy 143 lóerős, tehát nagyjából 320 Nm-es forgatónyomotékkal rendelkező CRTDI, tehát dízeles erőforrás duruzsol. Erre esküsznek, hogyha valaki dízelt vásárol, nyomotékban bőven jó mindennapi használatra
unsztig elég, illetve tényleg a meghibásodások aránya is jóval kisebb. A benzinesnél az a 2 literes turbós TFSI az, amit még esetleg ajánlanak, a többit azért nem. Ennek ellenére azért rengeteg modellválaszték volt már ebből az Audiból is. Volt 120, 136, 143 és 177 lóerős dízel, V6-osból pedig 190, 204, illetve 240 lóerős változattal is lehet választani. Benzinesnél 120, 180-as 1.8 TFSI, valamint a 2 literes is, de még ajánlott egyébként talán a 3.2-es is, de olyan ritka, mint a fehér holló. Erre azért tényleg nem nagyon lehet számítani, hogy túl sokat találunk a használt autópiacon. Ez a 143 lóerő pedig tényleg elég. Talán azért az 1500 körüli kilogramhoz a 177 lóerő egy kicsit talán dinamikusabb, vagy kicsit talán jobb, de én nem éreztem azt, hogy nekem ennél többre van szükségem. 90-nél, 100-nál, 130-nál is tök jól kezelhető az autó, ráadásul 130-nál alig pörög 2100-nál többet. Na mondjuk ez a pörgés is azért is, mert ugye a Multitronic az egy fokozatmentes váltó, 8 virtuális fokozatot tud felvonultatni akkor, hogyha átkapcsoljuk ilyen félautomat a módba, akkor azért játszik a fordulattal, legalábbis nekünk ezt mutatja, de tényleg azért 130-nál ilyen 2100-at pörög nagyjából a motor. A mindennapra én imádom ezt az autót, tényleg. Nekem nem is volt vele gondom, de pont azért, mert jó az előélete, ismerem az előéletét, tehát innentől kezdve azért viszonylag könnyen megbíztam benne, illetve azért én már olajat cseréltem Ákossal, erről csináltunk is egy videót, méghozzá Liquimoli olajat raktunk bele. Én nem tartom ezt a 15-20-30 ezeres intervallumot, hanem én 10-12 ezerenként inkább lecserélem az olajat, mert nem érzem úgy, hogy ezen a 15-20 ezer forinton, amennyibe egyébként ez a művelet kerül, ezen olyan sok múlna, és inkább megadom az autónak. Mert ugye itt is van azért turbó, ami habár nem annyira érzékeny, azért mégis az olajat nem szereti, hogyha túl koszos vagy túl régi már. Amiről mindenképpen beszélni kell, hogy milyen hibákat lehet találni az ilyen autóknál. Ugye a PDTD-jének a hibáit azért kiküzöbölték már a CRTD-nél, ez sokkal megbízhatóbb erőforrás. Viszont a legtöbb motor láncos, de a láncot is 150 ezer kilométerenként bizony cserélni kell, tehát nem szabad azért azt se ráhagyni, hogy jaj, lánc nem nyúlik meg, nem szakad el, hát majd kibírja. Illetve hát a vezérlés is ebben az autóban volt cserélve 190 ezer kilométernél a Porsche Hungariánál, ott egyébként 341 ezer forintot kértek el ezért a műveletért. A 2012-ig gyártott autóknál a vízpumpára, illetve a láncfeszítőre is nagyon vigyázni kell, plusz a facelift előttinél, tehát a 2008-9-10-nél esetleg megjelent az ámpánál, valamint a kerékjárati íveknél korrózió. Szerencsére az azutáni modelleknél már sokkal ritkább ez a dolog, és ennél az autónál sem ütötte fel a fejét. Mondjuk tény is való, hogy én is vagyok olyan hülye, hogy béreltem neki egy teremgarást, hogy ne ebben a mínusz 4-5 fokban álljon éjszaka, hanem mindig ilyen 10-15 fokos hőmérsékletben induljon. Szerintem ezt a pár tízezer forintot szintén megéri egy prémium autó, hogyha valaki ilyet vesz, akkor számítson ezekre a költségekre. A napfénytetőnél jellemző hiba lehet a beázás, illetve a központi zár és a hátsó ablaktörlő motornak a meghibásodása sem ritka ennél az Audi A4 B8-nál, plusz a kipufogógázban lévő korom lerakódásától elromolhat a folytószelep csonk, tehát ezeknél azért nem árt erre odafigyelni. A benzineseknél a láncnyúlásra kell, valamint azért a hátsó rugók is eléggé érzékenyek, ezt is már cserélték ebben az autóban, tehát azért oda kellett figyelni erre az autóra, és karban kellett tartani. Ez egy ilyen játék tényleg. Nyilván ezen kívül is azért bőven vannak hibák. Tényleg a Multitronic váltónak az egyik nagy veszélye az, hogy a vezérlése el tud menni, és mondjuk ott azért ez költséges mulatság, egy ilyen automata váltónak a felújítása, ahogy a többinél is, legalább 500 000 forintba kerül, de ha már időben észrevesszük a problémát, akkor 1-200 000 forintból általában megszokta úszni az ember. Ez nem kevesebb, mint mondjuk egy kettős tömegű lendkeréknek a kicserélése, ami azért szintén 300 000 forintba fáj, mint hogy a turbó is azért hasonló költségeket jelent, hogyha elromlik. A fogyasztása ennek a 2 literes CRTD-nek nagyjából városon kívül országúton ilyen 5,5-6 liter, 6,5 autópályán esetleg 7, városban viszont be tudja nyakalni azért ez is a 8-9-et, főleg a budapesti belvárosban, ahol eléggé komoly a közlekedés, és azért elég sokszor dugózik az ember. Ennek ellenére nem érzem úgy, hogy ez most olyan ember feletti fogyasztás lenne. Mentem már egyébként 10 liter fölé is, amikor nagyjából 5 km/h átlaggal tudtam vászorogni egyik autó után. Hát nyilván ezekkel kalkulálni kell, de összességében az előző tulajdonosnak, ismerősömnek 6,7 liter, nekem pedig 7,6 liter az átlagom, most így nagyjából 4000 km után. De ennek ellenére sajnos ezt az autót el fogom adni.
És azért, mert nyilván egy olyan embernek, mint én, aki rengeteg autót tud vezetni, és egy ilyen nagyon szerencsés helyzetben van, egyszerűen csak pénzvesztés egy ilyen autóban ülni, ilyen autót tartani a garázsban, mert nagyon ritkán vagyok a saját autóban, nagyon kevés kilométert megyek mostanság vele, és pont ezért azért úgy gondolom, hogy inkább egy olcsóbb változatra fogok majd váltani. A használt autón megtalálható az autónak a linkje, ez nem promóció, hanem ez a helyzet, sajnos az ember néha ilyen szituációkba kényszerül, de nagyon szerettem ezt az autót, és tényleg amennyire lehet én is vigyáztam rá. Vannak nagyon lelakott modellek, az autónak az ára, hát a 2 millió körültől indul, de az még a facelift előtti modell. Ennek a konkrét példánynak ilyen 3,2 milliós ára szabtam meg. Szerintem ez reális, plusz ugye mivel faceliftes, és minden számlás, talán lesz olyan, aki ezt ki fogja fizetni, és meg fogja hálálni azt, hogy én egy ilyen autót fogok neki odaadni. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy elmondtam mindent, amit szerettem, van elég hosszú videó lett, és még tudnék regélni azért erről az autóról. Mindenesetre tény és való, hogy azért nem ez a legextrásabb változat, hiszen nincs napfénytető, nincs MMI rendszer, de van benne Xenon, első-hátsó tolatóradar, illetve hát radar, multitronic váltó, színes kijelző, szóval ami kell a mindennapokra, az azért ezzel az autó is biztosítja. Még egyszer köszi a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, tényleg nagyon fontos, és nagyon sokat segítitek a munkámat ezzel, és hát a lájkot se, mert az meg a YouTube algoritmus miatt igencsak nagy kritérium. Szép napot mindenkinek, sziasztok!